Pepesikó! Hajrá, fiúk! Meg botokat is, ugye talán? Tudd, hogy hány darab hal volt, meg hány darab volt, hogy végén hányat keresünk. Jó? Már van egyszék, nem? Jó, de mi gyalog vagyunk, nem? Mit vagyok a Ezek szerint ezt a borítékot húztátok, ebbe a ló testrészei vannak felírva. Ez azt jelenti, hogy vannak is papíron szavak, a lónak a testrészei. Ott találtok egy plüss lovat, és arra fel lehet tűzni gombot. Ezt az ovat akartam hozni, ezzel fel lehet tűzni rá, és akkor aki teljesíti a feladatot, az kaphat 10 pontot. Azt hiszem egy kicsit, egy csapat, szerintem kicsit több mint 10 a felirat, úgyhogy nyugodt. Van benne egy zsagó? Nincs még. Igen. Nagyjából. Hát a patalagot előbb nem fogunk. Ott fogunk vele lovagolni. Igen. Anya, ez mi? Az üstök, azt nem tudom. A hókát se. A vállát, azt tudom. De az a szó szerint vár, vagy nem, valami előtt. Igen. Várjál most, ugye? Ez jön ide? Nem. A hóka mi lehet? Tudom. Jó, kis türelmet kérünk. És őt változtak ebben a csapatban. A hóka. Még a mire utalhat ez a hóka? Milyen szót találunk benne a hókába? Hó. Hát, és a hó még mit jelenthet? Ha maradunk a hónál. A fehér. A fehér, azt gondoltam, hogy egy kis segítség. Egy fehér csík. Hol szokott lenni? Most ez egy foltos ló, de hol szokott fehér csík lenni még egy lovon? Hát a fején. Itt belül, ugye. Ez maga a hóka. Hogyha, mert ugye egy lónak különböző jegyei lehetnek, van, amelyik teljesen jegytelen. Hogyha már van a fején valami fehér, az lehet egy foltba, akkor csillagnak mondják. Igen. Egy hosszú sáv az a hóka. Igen. Ennek vannak változatai, például amikor belelóg a szájába, akkor mondják, hogy tejfeles szája van, vagy tehát azt még lehet cifrázni, illetve lehet a patájánál esetleg volt, hogy milyen magassági keselábú, ami hol van. Nem volt még egy olyan, hogy pártában? Párta. Itt a párta. Igen. Az azt szokott lenni, hogy párta, oké, hogy a párta, hogy ugye az emberi pártahoz hasonló, de ez nem a fején van a lónak, hanem általában így a patánál, pártában kesely, hogyha ott van fehér foltja. Pártában kesely, például úgy lehet hallani a kifejezést, akkor ez a hópezik fönt volt. Az üstökének is ezt mondják, itt az üstökét a fején, úgyhogy most nem tudom, hogy a fejtőzik, az is ott fönn van. Hát, mit mondjunk?
kisebb dolgokkal, hát nem Bence, tudom. Bence, hagyd a biciklit, légy szíves. Nevezzük 9 pontnak a 10-ből. Nevezzük 9. Kaptam egy papírt, azt ja. Mi a vízcseppester? Ja, mi vagyunk. Mi vagyunk. Ja, mi a nyuszik vagyunk. Bocsánat, én már akkor elloktam egy gyermek. Igen. Jó. Akkor köszönjük szépen. 9 pont. Nagyon szépen köszönjük. Keresünk hozzá egy szép matricát, valamit gondoltam, hogy valami lóhoz köthető. Igen, szerencsapatkót. Nagyon szépen köszönjük. Szerencsapatkót. Igen, jó, oké. Mi is köszönjük szépen. Akkor ezt megkeresem, hogy jó. Jó, a kérdéseket. Jó. Túl sok időt nem vagyok, egy 5 másodpercet körülbelül. Ne légy már ilyen szigorú. És akkor utána olvasom a következőt, jó? Hát édesapám, ez a te kérdéseid megint. Bányász kifejezések lesznek. Csapatmunka, segítünk. Igen, oké. Okay. Lehet, persze, hogy lehet. Csak ez minden megmond, és akkor nem mondok meg. Na, mit jelent az, tehát a bányász kifejezéseket fogom mondani, és azt el kell találni 3 válaszból. Obliz, tehát az első. Az első válasz váltótárs, 2. válasz csapattárs, 3. válasz A, B pont között lézertávmérő. Azt mondja, hogy váltó. Ablés. Igen. 2. Baliga. 1. válasz számozott fémlapocska. 2. Baliga burkolt változott a porszénszállításra. 3. lemez alátét a tánkvák alá. Micsoda? Baliga. Baliga. Számozott fémlapocska. Legyen az. Baliga burkolt változott a porszénszállítása, vagy lemez alá tét a támpák alá. Szerintem a hármas volt, de mindegy. Lemez alá tét. Mindegy. Elolvasom még egyszer a kell. Nem, baumvágénál tartunk. Baumvág, az pomvág, úgy is szokták mondani. Bányás szendvics vicces elnevezése. 2. A vágat egy szűkebb része. 3. Fák szállításra használt pályára. Hát a baum az a fa. És mi? Nem értettem, hogy... Bányás szendvics, itt az elnevezése, az az egyes válasz. Az 2. A vágat szűkebb része. Nem ilyen. Ott megvan a jelölve. 3. Fák szállításra használt pályakocsi. Bombvágli. Nem tudom, hogy ezeket nem... Bombvágli, nem hallottad, de hogy nem hallottad. Nem, hallottad. Nem. Mozdonyon nem lehetett hallani. Nem. Egyet húzzál be. 4. Bájlag. Leszállást igazoló fémlapocska számmal. 2. válasz alátét. 3. csillék emelését szolgáló eszköz. Alátét. Ne, te súgjál te. Ne, alátét, hát jó van. Hogy? Ez a 2. Igen. Ilyen nagy blinder. Dolgokat felhagyik, ha mesél, lezár valamit, például csőzőséget, ilyesmit, átsegít a csillégat a váltat. 6. kérdés, Goldfish, 1. vál a csapszeg, 2. csillevonó kampója, 3. mozdony rugós ütközője. Goldfish, na papa. Az 1. Nem. Na mindegy. 1. vál a csapszeg, 2. csillevonó kampója, 3. mozdony rugós ütközője. 7. kérdés. Zug, cug, úgy is szokták mondani. Húzat a fővágaton, szembe jövő légáram, vonat, csillék sora. Micsoda? Vonat. Dikics. 1. válasz, rövid pengelyű kés. 2. kézi fejtőgép. 3. ácsol a szolagától, azt már kézi szerzett. Dikics. Dikics, ez a kés. 9. Borni. 1. válasz. Pontozó, 2. lyukasztó, 3. feszítő vas. Dembe, pontozó. Figuráns. Vonatot elvonott kézmozdulatokkal irányító személy. 2. válasz. Bányán lévővel járó lévősegés. 3. vicces bányás, aki társai dunketet derik ki szabad idegenre. Pírunk. Függöny a vágatokba a légáram szabályozására. 2. válasz vezetőléc, 3. 4. kereszteződés. Ez ember az a függöny lehet, nem? Nem tudom, hogy érünk.
Én nem voltam ilyen bányában. Plasencu. Láncos vonszala. Csilléket vontató csörlő. Vonat végén a fékező csille. Hármas csigasor. Ez is ilyen. Plasencu. Én úgy ismertem, láncos vonszala. Mi hasonlít legjobb a láncos vonszolóhoz? Csilléket vontató csőrlő. Az az utolsó? Nem, az az első. Nem. Csilléket vontató csőrlő. Kettes vonat végén fékező csille, hármas csigasó. Csigasó. Flansni. Nagyobb ivóvizes edény, kulacs vagy palack. Kettes válasz csőkarima, hármas levegő szivattyú, fazék szivattyú. Középső. 14-es fuchs. Arany szolgálati érdemérem. Kettes dísz a bányász egyenruhán. Hármas faszeg. Tehát a fuchs az fuchs. Ilyen ékszer, valami dísz az egyenruhán? Igen. Legyen. Lódunk. Ez kabát. Semmit nem mondó üres duma. Nem. Kettes folytó a robbantáshoz. Folytó a robbantáshoz. Ló által hátra adja gombócok, amikor folytak lóval. Maceráj. Mérőeszköz. Munkatársak buszkantására. Meg kell várni az összes kérdést. Ja. Mert hát ha. Ja, igen, ugrasszol. Munkatársak buszkantására megviccelésre használt pot vagy léc. Szivattyúk szűrének kicsitására használt tesztő. Nem úgy, hogy az első jött. Szájberol. Hű, én nekem lemaradt a szájáról. Jana az nem, mert nekem ezért van rossz. Szájáról az. Feszítővas, átlapától, vagy töltőrút hengeres, de faragott léc. Az a száj. Ez a szájáról az, hogy irányít valamit. Még egyszer a válaszok. Egyes feszítő vas, kettes átlapátó, és akkor a háromszat pedig a csilléket átszerít a váltó. Ja, oké. Megvan. Hát, mert irányítva. Akkor majd én addig összeadom, hogy átlók lesz az, és akkor beérünk, jó? Azt mondja, mi szeszlát készült erdős Erdélyben? Márikolva, fenyéd vagy ülke? Sem fenyéd, nem? Hány éve írták alá két. Be kell karikázni azt, amelyiket. Jó. Jó, oké. Hány éve írták alá két település megállapodását? 7, 5 vagy 9 éve? A bánatos tegem. Szépen beszéltek. Unokány, ne valakátok. Meg bizonyíték készül róla. Meg nem beszélünk. Nem is szoktam. Nem szoktam. Éppen nem tudom, papi, hány éve írták alá. Egyet tippeljét. Egyet be kell karikázni. Még jó is lesz. Na, akkor mama, legyen az. 8 éve. Székely udvarhely melyik megye központja? Maros megye, Kovászna vagy Hargita? Hargita. Kikészítette Kolozsvár főterén álló Mátyás lovas szobrot? Szervátiusz Jenő, Pálkely Lajos, Fadúsz János. Miért nincs itt a Bálint? Ő most mindent tudna. Bálint, ezt tudna. Jó. Szerintem 8 pont kemény. Kemény 8 pont? Kemény 8 pont. Hát ez 18 az még. Egészségedre. Nagyon nagyon egészségedre. És akkor hol az a fizet? Kalotaszeg vidék központja, Kőröstő, Kalotaszeg király vagy Bámpénja. Kovászna megyével laktak az őseim. Jó, de most Kalotaszegről van szó. Kőröstő, Kalotaszeg király vagy Bámpénja. Hát Kalotaszeg, akkor ugye Kalotaszeg király, ez a beugrott a kérdés. Mikor iktatt a törvénybe a Tordai Országgyűlés a vallás szabadságot? Jó napot! Havasztok, csajok! Sziasztok! Történelem. Ez tök jó, Erdélyből nem készültünk. Nem. Látod, hát, hogy az ember akkor biztos egész rosurán van. És vissza kell, igen, és itt, amikor áthaladta a vonalon, akkor indulhat a másik, elalakul.
labdáért, és akkor végződik, és akkor ide visszateszem. Ja. Egy perc a szétidő, aki kilép a kultából, hogy elérjük a labdát, azért pontja vonásját. Azért raktam el most a szüleget ide, hogy erre látok lépni. Hát, ilyenbe táncoltam az esküvőn. Jó. És akkor a kis fiúkba. Üljetek föl! Fogja mérni az időt. Hol vagy, Boti? És akkor kezdődik, amikor kiveszed a labdát. Jó, de onnan vannak kezdődik. Jó. És akkor, mi, akkor én, ha kiveszed a labdát, akkor... Kimehetek a labdát. Jó. Hol vagy, Boti? Figyelj, szurkoljál nekem. Egy kis ügyi. Figyelj, vagy. Még egy dobás, nem? Akkor nem. Így van, akik a pontokat.
De úgy van, hogy üres kapura, és akkor... Egészségedre. Ákos kiáll a kapuból. Még egyet fognak, és akkor üres kapuba be kell rúgni, jó? Én nem. Dobri nem dobta? Hát és majd dobunk. Na, szeretnél dobni, Kira? Megpróbáljuk ledobni azokat a... Csak elkidele. Még vannak ilyen önkéntes versenyzők. A Lukas három kivesznek. És ez is benne. Kettő. Na? Nem. Mi jós? Legyen a kivesznek. Ez is. Ez is. Jobban van. Ez álmod. Mi a szemtőleg ezt a három? Ó, nem hiszlek el, Gergők. Megyünk, ki kell. Hova? Csárdás. Két segítenünk el is kezdenék, hogyha jó. Semmi elevetés nincsen. Egy körbe kell összeállni, okay. És akkor indulunk is. Gyerte! Bárhozával én nem számítom. Mindenki fog számítani. Mindenki fog számítani. Kettőt jobbra, kettőt balra. Akkor telefonálok apának, hogy jöjjön érte. Na, akkor gyere ide táncba. Gyere. Körbe álljunk össze, és akkor egy kettes csárdást kellene táncolni. Igen. Gyere, Álmé. Akkor legyen oda. Igen. Jobbra indulj. Lehet? Egy, és erre meg kell. Így van. Te vagy tréningben. Hát persze, figyelj, tudom, mikor az ombostán piát. Mind a három ember kéne, végigmegyünk a pályán, megnézzük, hogy mit kell csinálni, jó? Jó. Boti! Boti, a tűzoltó autózásba! Majd utána a végén bemászottok oda. Tűz, szálljunk a tűzoltó autóba! De gyertek, elmegyünk. Menjetek az Andi után, elmondja, mit kell csinálni. Tök jó ez. Tök jó lesz. Nem itt voltam. Abba a locsoltam. Hoppá. 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 Na kérem. Három fiatal úriember. Egyesével innen elkezdünk vasszolni. Jó? Gyertek. Ez mi? Tűzoltó. Ez be. Tűzoltó. Tűzoltó. Köszönöm, hogy megtaláltad. A kokokon. 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 A
Hajrá, csak ügyesen. Én nekem mondja, nem kell. Ott a lépsz, hogy jöttem el. Állj, nem, a padot. Siak szélbe tűz. Siak szélbe tűz van. Megnézheted. Ez az. 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 Lassan. Most a Botti, majd utoljára te, jó? Csak ennyi volt. Hajrá, Bence! Ügyesen, figyelj oda, hogy hova lépsz. Figyeld, figyeld. Figyeld, oda, úgy. Ügyes. Állj, Bence! Bence, ide is kell menni, jó? Bence! Gyere, ide! Bocsánat! Gyere! Ez mi jó? Na, ide, föl. Úgy. Na, és itt megyünk, gyere gyorsan a mamát. Na, most mész egyáltalán oda, Feri, apagod. Után, rakd le ide, kap föl. Na, vedd föl. És füze. Fogd meg. Húzza, erős. Húzza. Most levesszük a sapkákat, gyere! Mi? Már itt megyünk tovább, gyere! Itt levesszük a sapkákat. Gyere, levesszük a sapkákat. Mindjárt most már oda megyünk, és megkapjuk a pontokat, beírják a nagy pontot nekünk. És megyünk tovább, amikor megkapjuk a vízét. Itt ül a Gyuri rajta. Jaj. Ne menj el, bár most itt lesz feladat. Ne menj el, igen, most feladat lesz. Ne menj el. Egy asztalt. Igen, jó. Viszik, igen, jó. Kap egy fotót hozzá. Jó. És ez? És akkor fotót hozzá. Milyen ókori római leletet találtak a régészek a Kantár hegyen? Már meg is ettem. Lenyelted egybe? Egészbe? Ja. Milyen okori római leletet találtak régészek a Kantárhegyen? Csontvázat, vízvezeték csöveket, cserépedényeket. Nem, szerintem csontváz. Ókori római leletet.
Szerintem cserépedény. Köszönöm. Melyik századból való Szászvár első írásos említése? 15., 13. vagy a 14. Na, ez benne van a jó. Találgott. Mi volt a település besorolása a középkorban? Bányaváros, nagyközség, mezőváros. Bányaváros. Melyik volt a piaci... Na, mi? Piaci. Melyik volt a piaci nap a középkorban? Szombat, szerda, péntek. Piaci nap. Ne nevess se. Ezt szerintem a szombat. Mama, találtunk kolást! Jó. A török 1543-ban elfoglalt a település várát, hogyan hívták a hadműveletek vezetők? Regler, Végek, Pisztok. Hadműveletek vezető... Mindegy. Ahmad Mustafa. Bati, mit csinál? Mit szeretnél? Akkor várjál. Várjál, Boti, mert legalul van, és összenyomsz, törsz mindent. Nem időre megy. Tudjuk. Na, most mikor ráértek. Várjál, tegnap, 29-én volt a szüli napja, de hogy hányadik, már azt még mindig meg... Mama, ez mi? Mama, ez mi? Nem látom. Mama, ez mi? Inni, teja. 52, 62 vagy 50. Itt maradtok, sehol már? Nem, csak át akarom menni a tűzoltóhoz. Nem, mert akkor mindenki elmegy, és baj. Itt maradtok. Mit van született kis György? Igen. Ott kell ezt kitekelni? 29-én volt a szülé. Anna, ott kell ezt kitekelni? 62. 1862-ben, nem? Igen! Akkor 56. Anya, ott kell lesz. 56-ban. Kivonnám. Akkor 52. Tessék! Gyere, kitekered. Hello! Hol? Na, ne rátekered, kitekered. Vald Rózsa, hol látható a Szoblás Szászlap elnök, ezt a jubilómi feszületet? Vald Rózsa, na átkezdjük. Jaj, de jó. Felsor... Jubilómi feszületet? Hát nem, ott van. Az igen. Nem, az átlagot a feszület is, jó. A felsőt, hogy a közönyei tisztít kisztőszobrány. Na, olvassatok, mennek. Szép művészeti múzeumban van Kisgyörgynek szobra, a budavári palotában, vagy a parlamentben van Kisgyörgynek szobra? Fővárosi épületek közül. Melyiket szép művészeti? Szép művészeti múzeumon? Hát hol jártatok? Ciao. Hát ott voltam, de hogy... Hát sem, dehogy nem, ott voltatok biztos. Parlamentben is voltunk, de hát most kétszer a szobban. Aha, parlamentben. Milyen szerepet töltött be már, hogy most az emlék előtt kiküldjön? Hát ott lakott, nem? Ott is született. A szülőháza volt. Vagy nyaralója volt? Nem, a szülőháza. Nem, nyaralója. Nem, a Kisgyörgy utcában van a szülőháza. Nyaralója volt. A Kisgyörgy utcában nyaralója volt a vadrózó. Mi voltunk is benne, amikor jönni a jövőkülök. Melyik évben csatolták Szászvárhoz császtát? Ami nem ment. Nem mennek. Itt vannak, de nem érzem, hogy jó. Szerintem három. Itt van egy, ott van. Hol? Hány kopja van? Most mi? Kopja van? Hát soroljátok föl, hol van kopérfánk? Van egy az egészségházban, van egy a játszótér, volt játszótér a Bányász Múzeumnál. Itt is van? Hát itt a főtér. De ez kopiafa. De ez nem kopiafa, ez szobor. Ja! Kopiafa, kopiafa. Na, hol van még? Vagy Rózsánál nincs. De az az a... De várjátok, most Kisgyörgy vagy kopiafa? Kopiafa, amit a Passinger karabot. Nem. Négy van, itt nincs ott. Ne keverjük össze vele a tavaly előtt. Nem, nem életfa, kopjafa. Az egészségháznál ott van egy. Egészségháznál van egy. Ott van a bányász. Meg a bányász, kettő akkor. Hol van még? Neked főleg tudni kellene. Neked főleg. Nekem. Aha. A bányász, az egészségháznál van. A bányász, az kettő. De vagy a Vadrózsánál nincs, mert ott jó, nem van. Mindig koszorúzzák őket.
Itt szomorú koszorús. Hát akkor itt a főtől. De ez szomorú. Nincs kopjafa. Passinger Laci faragta, hát olyanra kell gondolni, minden évben meg van koszorúzva. Az idén ma koszorúzták meg. Ma? Jövő hét helyett. Három. Ugye mondtam, hogy neked ezt tudni kell. Mit tudom én, nem. Mikor csatoltak? Miért az nem mindig is része volt? Azok szerint nem. Császter jön neked így. Melyik évben zártak be bányász üzembe 93? Nem. 5? 5 szerintem. Szerintem 5. Fiúk, itt vagytok? Uh-huh. Én itt vagyok. 5-öt húzzam. Várjál, mennyi van még? Mennyi én van itt még? Vagyok, Helyi anyu! Szerintem 95-ben teljesen. Helyi, én itt vagyok! Szerintem 95-ben. Melyiket nézzük? Hentelt és gyerekei jönnek a 100 fel iskolába. Na, számoljon. Én most meg neked kell tudni. Hát igen, meg számoljuk. Egregy. Na várjál, Egregy. Kárász, Vékény. Köblény. Szalakna. Na. De várjál, menjünk előre. Na, Egregy. Kárász, Vékény. Szászlár. Máza. Szalakna. Köblény. Hét. Na, fél van kb. Mekkora szászlár lakossága. Na, 3000 valamennyi. Mama, papi, akkor 2000 mennyi van? 2007, 2005, 2003. Akkor 2007. Na és még van a császlár? Mit írjuk? Kaphatok még inni? Mi feljünk? Bence, mind meg itted? Nem ittam meg, hanem kilocsoltam. Te jól kilocsoltam. Ki fel? Mondjál, mama, hány a számot. Írjunk be. Nem lucsoljuk. Mi jó van? Bence, most nem kapsz többet inni. Nem, most nem. Most egyszer nem. Itt maradtok. Enni most nem eszi, mindjárt megyünk. Na, figyeljetek. Figyeljetek. Vízvezetéket találtak lánok. Vízvezetéket találtak. Igen, igen. Igen. Igen, 13. század. Most se nem jó. Azt megösszem. És mezővárosok voltunk. Azta. És nem bányavárosok? Nem. Azta. Azért? Igen. Összegyáltalán találkozunk. Igen. Szerintem majd lesz valami. Ugye ezt kivágjátok belőle. A piaci. Nem. Mi csak azt látom? Ha ki tudod szedni, akkor maximális pontszám. Régen. Nagyon régen. Akkor 84. Mekkora létszám van az egyesületnek? 50, 100 fő, 150, 200, 253. Sok. Szerintem sok. Mekkora területen fekszik a borgásztó? 4 hektár, 13 hektár, 10 hektár. Az is a legnagyobb? Mennyi halat telepített a tóba évente az egyesület? 140, 150 helyet. Ez biztos, ezt tudom a Bálinttól, ezt mondtam. Ki horgászhat a tavon? Bárki, aki ismeri a halakat. Ebben az egy kérdés. Bárki, aki horgász ismeretekből vizsgát tett, és van érvényes horgász engedélye. Hány éves kortól lehet hivatalosan horgászni a szülői felügyelettel? Ez a 6 éves, igaz? Mert azt mondta, hogy a kira már horgászhat. Igen. 3 éves kort. 3 éves kort. Ah, mindegy akkor. Legyen hibánk is. Milyen fajtájú halak vannak a tóban? Pont, kárász, csekege, angol, kecsege, nem tudok olvasni, süllő, csuka. Pont, kárász, karcsa, angolna, angol, süllő. Pont, kárász, karcsa, angol, süllő. Egy, fogtál már? Hát kettőt. Akkor ne tedd vissza, tedd oda a padra. Úgy, vedd le. Vedd le, úgy ide tesszük, és ha kifogtátok az összeset, akkor maximális pontot kapok. Jó? Tudom, nincsen, angolna nincsen, és kecsegetünk. Igen. Most jutott tettem el, hogy melyik volt a legnagyobb pontot, a horgászok fogtak a szászlári tóval. Közel 30? Vagy inkább közel 20? Nagyobb volt. Nagyobb volt. Ott van kint fényképen. Ja. Mikor lehet horgászni a tavon? Csak napkeltétől napnyugtáig, folyamatosan non-stop éjjel nappal a jégbe álltáig, csak nappal nap. Hány évtől és hol lehet horgászvizsgát tenni? 12 évig megtartott szemünk, a horgászkornál 18, az biztos, hogy nem. 6 évig megtartott gyerek szülőnk, vagy nyelv felügyelettel bárhol, hol lehet horgászni. Mikor lehet horgászni?
éves. Mekkora volt már? Nem belássél, van. Adok neked botot, próbálj, ki fog lehet valaki. Ott van bot. A falut is látom. Egy halat ki kell fogjatok innen. Gyertek meg. Legalább egyet, jó? Kell az a kis könyv? Ja. Na, valamit tudtatom? Ez pont úgy áll, hogy nem tud beakasztani a hordot. Gyere, mami, segít meg az egész. Jó? Gyere. Igen, szívem. Dehogy én is ezeket a parafadugókat. Vissza ne fújj. Na, még egyszer. Na, még egyszer. Szuper! Ügyesen, mama. Te már vagy sem, amit a gyerek a keseres kilakadat felszívja. Oh, nagyon ügyes vagy. Csak a mama nem elég ügyes. Új böggyel fog, fiam. Az új hegyeddel. Most szuper! Nagyon ügyes vagy, Kira. Hát ezt nem is gondoltam volna róla. Hát ez vele van, hogy az öregek. Ja, ja. Nem baj, azt látjuk, hogy mennyi van benne körülbelül össze. Hát nagyon ügyes vagy, Kira. Ugyan, mama. Mama? Mama az nem engedtelek volna le a pincébe. Nem sokat tudtál volna. Oda nem engedtel volna le. Vigyázz, hogy nyugodtan le. Kijöbb Isten el évért. Na, itt hát, ami tele nem lesz. Nagyobbat. Kifolyod a levelet és nagyon szívsz. Nagyobbat, Jusszikám, elfáradtál? Szuper! Na? Ez az! Nem csináld a csapatot, pedig már majdnem vagyok egy csapatot. Gyere, Máté, menjünk, gyere! Mit akarsz? Hát azt a labda, az nem a tiéd, gyere! Gyere! Ha menjünk, jó? Nem már ügyes, hogy menjünk. Egyetek nyugodtan! Legyetek! Ezt egy kicsit ágyúrhatnátok, hogy kifalára van a tetejem! Nem olyan egyszerű feladat ez, ne gondoljuk ezt olyan egyszerűnek! Gergő, se csinálne bele, se a medencébe, gyere, légy fel másodperc! Hello! Ez ekkora lesz kész! Nagyon jó! Yeah.
ügyes vagy, Ádám. És bátor. Jó lesz. Ez a három tanul, igen. Anya. Igen, még egy állomás van, és akkor végzünk. Jó? Korki kell? Igen, kent is van. Anya. Sikerült. Jó anyagy. Köszönjük, minden jót szépen. Tök jól erősíti a zombit. Hé, a Laci nem gyerek, várjál. Hé, azt mondta, én azt mondta. Gyere, voltatok, ezt javítják, légy. Nóra eljött. Hajrá, fiúk! Megkéne nekik egy kis sikucsot! Állj vissza, csak irá, mert nem fog menni! Hajrá! Minden a sára! Thank you.
Megvárjuk az eredményeket, utána megyünk. Gratulálok és köszönjük szépen, hogy megtudtak a versenyen vagy túlnál. 122 ponttal 8. helyezést ért el a Lovas Klub nevű csapat. Szeretnék a Lovas Klub! Lovas Klub! Elfáradták a kis. Sára, gyere vissza! Szép volt a Csopi! Niki, gyertek vissza Csopi! Dána, Niki! Dána! Gratulálunk!
És akkor most várjuk a helyezetteket. 132 ponttal harmadik helyezést ért el a Vízcsepp mestere. Be is kaptok emléklapot, ajándékot, csomag, és nektek még egy ajándékcsomag is jár. Csokoládét választatok ti is magatoknak. Mi köszönjük, hogy részvettetek, gratulálunk a helyezéssel. 134 pontot szerzett, 3 grácia. Nagyon ügyesek voltatok, gratulálunk. Emléklap és ajándékcsomag nektek is jár, csokoládé szintén. És mit szokott a gombolt? És az első helyezett 132 ponttal a Happy End csapatnak. Természetesen a gyerekek ezt felnőttek és tartoztak a csapatban. Akit nem mertek elmondani. Mindenkinek nagyon szépen megköszönjük, hogy részt vettek ezen a május elsői programon. Eljöttetek erre a túrára, és most itt eltöltitek velünk ezt a majálisos kis délután. Szeretnék a támogatókat felsorolni, akik ezeket az ajándékokat összeadták, amiket kioszthattunk nektek. Először is Szászlán nagyköségű önkormányzata, aztán Bort Istvánné Ibolya készítette azt a kis festményt, ami benne volt az első helyezett csapat ajándékcsomagjában. Aztán a Várbaráti Kör Egyesület a borokat ajánlotta fel, illetve a mesekönyveket, bocsánat. Szőlő és Bortelmélyok Baráti Kör Egyesület ajánlotta fel a borokat. Újvárinné Balog Andrea méhészete ajánlotta fel a mézet, amit a csomagokba tettünk. A Szászvár Drogéria ajánlotta fel a gyógyteákat. Aztán a Sans Communication Kft. Ajánlotta fel a jazz CD-ket, amit kaptatok. A Katikacu Plázától fagyi jegyeket osztottunk nektek. A Bikali Puchner Birtoktól élménybirtok gyermekbelépőket kaphattatok. A Várkert Pizzeria az különböző értékű vacsora jegyeket ajánlott fel. Bocs Ferenctől édességeket kaptunk a gyermekek részére. Aztán szeretnénk megköszönni Fluff Imrének és barátainak, hogy megfőzik azt a halászét, amit a játékot lebonyolító egyesületi tagok fogyaszthatnak el. Illetve a Réder Méternek szeretnénk megköszönni, hogy bekeretezték nekünk Boci Bolya festményét. Mindenkinek köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és akkor el lehet fogyasztani az egyesületeknél az ebédeket, illetve igénybe vehetitek a büfét. Valószínűleg fog maradni a halászéből is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy aki szeretne még halászét fogyasztani, az 400 forintos áron akkor igénybe veheti ezt is. Kiros kenyér is van, így van az ingyenes, és még néhány csokoládé is maradt a gyerekeknek. Köszönjük szépen, és jó forrakozást a délutánhoz!